Szombathelyi Ágnest, a Kistelgőművészeti Iskola igazgatóját kérdeztük a 2022-2023-as tanév első fél évéről. A Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola első fél évéről kérdezzük az iskola vezetőjét, Szombathelyi Ágnest. Köszöntelek, beszéljünk egy kicsit erről a fél évről, mik is történtek nálatok. Én is köszöntelek benneteket és a kedves nézőket is. Hát nagy örömmel tölt el, hogy így az eddigi kaotikus állapotok kezdenek egy kicsikét letisztázódni, és ezt a tanévet normális ütemben és normális tanítással tudtuk tölteni. Nem zavart be pandémia, és hál' Istennek elmondhatom, hogy normális hőmérsékletben zajlott le ez a tanév, ugyanis azért a gazdasági hatások ránk is vonatkoztak és érződtek, de mi azért próbáljuk tartani magunkat, és a gyerekeket a megszokott környezetbe, a megszokott hőmérsékletbe vártuk. Ez nekem egy hatalmas nagy öröm, mert azért hallunk sok-sok rossz dolgot is a környezetünkből, az oktatási intézményekben. A rendezvényeink most már zavartalanul lezajlottak, szokásos módon, úgyhogy hangversenyeket vehettek részt, növendékhangversenyen a gyerekek, nagy számmal voltak fellépéseik a néptáncos csoportunknak, a képzőművészeknek a munkájait itt látjátok a falon, úgyhogy ők is egész fél évben dolgoztak. A tanítás folyt nálunk, a megszokott ütemben, a megszokott létszámmal. Nagyon-nagyon örülök, hogy a pandémia időszaka, illetve a családokra rótt gazdasági terhek azért nem vették el a gyerekek és általuk vagy a hátuk mögött álló szülőknek a kedvét attól, hogy hozzánk beírassák a növendékeiket. Ez azért nekünk egy nagyon jó visszajelzés, hogy a művészet oktatásra bármilyen nehéz anyagi helyzetben is vannak az emberek, de szükség van, és látják a szerepét a gyerekek életében. A fél évzárás vizsgákkal szokott zárulni, hogyan is sikerültek? Hát ez is most végre már visszaállt a régi kerékvágásba, ugyanis nem kell, hogy megfeleljünk mindenféle létszám követelményeknek, illetve egészségügyi előírásoknak, úgyhogy pandémia előtt megszokott módon zajlottak le a félévi beszámolók, illetve vizsgák. Két módja volt ennek, és igazából ez tanárfüggő, hogy melyiket választja. Van a hagyományos vizsga szituáció, ami egy kicsit olyan szigorúbb környezetet teremt ennek a beszámolónak, illetve vannak tanáraink, akik viszont nagyon szeretnék ilyenkor a szülőknek is megmutatni a növendékeknek a teljesítményét, a gyerekeik teljesítményét, és ők viszont választhatták a bemutatót, ami inkább egy ilyen koncert jellegű. A gyerekek nagyon szépen fölkészültek ezekre a vizsgákra. Természetesen ebben azért rengeteg munka van. A fél év során az ő munkájuk, a szüleiknek a munkája, illetve nem utolsó sorban a tanároknak a munkájának is köszönhető ez, hogy nagyon-nagyon színvonalas produkciókat hallottunk ezen a héten, amikor a gyerekek beszámoltak a tudásukról. Mik várhatók a második fél évben nálatok? A második fél évben versenyekre mennek a növendékeink, és már annak a felkészülési időszakában járunk. Most a hétvégén volt egy vonós verseny, aminek még most nem tudom elmondani az eredményét, mert a kolléganőm nem ért be, hogy beszámoljon a pontos helyezésekről, de már amit telefonon egyeztettünk, hogy nagyon-nagyon jól szerepeltek a növendékeink. Készülnek fúvósok is környező
városoknak a, és iskoláknak a versenyeire. Mindjárt mondom, hogy Szentesre, Mórahalomra, illetve Baján lesz egy kamara zenei találkozó, és Kiskunfélegyházán is egy verseny. Néptáncosainknak rengeteg fellépés és szereplési lehetőségük van. Környező településekre hívják őket különböző rendezvényekre, illetve itt a helyi intézményekben is szinte minden hétre jut egy-egy fellépés. És az előbb is már kitértem rá, hogy állandó kiállításunk a falon látható a képzőművész növendékeink munkáiból, ami fél évente megújul, és az új munkákkal kibővül. Szokásos rendezvényeink is meg lesznek tartva. Nagyon remélem, hogy semmi akadálya nem lesz. Erre a fél évre két növendékhangversenyt tervezünk, és szervezünk, ami itt helyben a nagytermünkben kerül megrendezésre. Tavaszi hangversennyel készülünk, amit ennek a vonós tanszaka a házigazdája, de az összes többi tanszakos növendékkel is, illetve tavaly már néptáncosok is szerepeltek rajta. Az, mit viszont a nagyteremben, a művelődési központ nagytermében fogunk rendezni. Nálunk kerül megrendezésre április 1-én szombaton egy vonós zenekari találkozó, amilyen körforgóba megy a megyébe, hol Csongrád, hol Vásárhely, illetve a makóiak rendezik, most itt kerül megrendezésre. Ez előtt egy nappal pénteken lesz ez a tavaszi hangverseny, amit már az előbb említettem. Fúvósok is, a fúvós zenekar is számos rendezvényen szerepel. Március 15-i koszorúzás lesz majd most a legelső, ahol megjelennek. Illetve a nagy tavaszi rendezvényünk májusban a Majál is, ami május 12-e szombatra fog esni. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Megtartott a szallagtűző ünnepségét az AFG. A rendezvényen stábunk is részt vett. Február 10-én került sor az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum szalagavatójára a kisteleki Klebersberg Művelődési Központban. Hagyomány, hogy zenés-táncos műsorral készülnek a 11-esek a végzősök köszöntésére. Idén osztálytáncként egy charleston táncoltak a diákok, de az osztály versenytáncos párjai standard és latin táncokkal is készültek. Harmad Dorina egy alkalomhoz illő verset mondott, Enyedi Richard 12. K-osztályos tanuló énekével búcsúzott el a végzősöket. Majd a 11-esek egy közös dal eléneklésével búcsúztak el a végzősöktől. Ezután Tóth Gabriella, az intézmény igazgatója, köszöntője következett. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm valamennyiüket itt a Klebersberg Művelődési Központban és az élő közvetítés segítségével a képernyők előtt. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm végzős osztályainkat és osztályfőnökeiket. Köszöntöm dr. Szalai Gabriellát, a Csongrád megyei kormányhivatal kisteleki járási hivatalának vezetőjét. Domonics János alpolgármester úr. Sülini dr. Terecskei Erzsébet jegyzőnök. Képviselőtestület megjelent tagjait. Sok szeretettel köszöntöm Antal Imre atyát is, és Terecskei Erzsébet. Kisteleki intézményvezetőket, iskolánk volt pedagógusait, minden kedves kollégát, diákot, vendéget, rokonokat, barátokat. Kedves végzősök! Szalagavató középiskolai pályafutásotok egyik legjobban várt állomása. A szalagtűzés hagyományával az iskola még nem búcsúztatja el tanítványait, de már elismerik, hogy a végzősök mások, mint a többiek.
A szalag viselése még pár hónapon keresztül láthatóvá teszi, hogy ti végzős diákok vagytok, azaz mindjárt elkészültök. Majdnem fel vagytok készülve a továbbhaladásra, az életre. De milyen is egy felnőtt ember élete? Én már tényleg majdnem készen állok? Kérdezheted magadtól. Én ezt a választ tudom adni neked. Ha céltudatosan, önmagad ismerete alapján a lehetőségeket és a képességeidet mérlegelve, a mindennapok realitásához igazodva irányítod életedet, akkor ez a fontos, felnőtteket jellemző vonás nálad rendben van. Ha döntéseidért felelősséget válasz, és viseled a következményeit, felnőttként viselkedsz. Képes vagy céljaid érdekében magas szintű erőkifejtésre, és céljaid elérése örömforrás számodra, és egyre eredményesebb tevékenységre sarkal, akkor semmi kétség, ez felnőtt viselkedés. Ha önálló vagy, és reális önértékesítés alapján tudod meghatározni a helyedet a közösségben, érett személyként léphetsz ki a nagybetűs életbe. A felnőtt ember kialakult világszemlélettel rendelkezik. Ne aggódj, ehhez még hosszú évek kellenek, mire az ember világra alkotott nézetrendszere megszilárdul. Erre még adj időt magadnak, és gyűjts élettapasztalatot. A másokról való gondoskodás, mint jellemző feladat, a felnőtt ember számára, számodra szintén csak jövőben életfeladat. Ha közreműködsz szűkebb és tágabb közösséged ügyeiben, azok intézésében, igazi felnőtt vagy. Az előttetek álló pár hónapban még lesz nem kevés lehetőségetek próbára tenni magatokat, az önállóság, a céltudatos cselekvés, a felelősségteljes döntéshozatal, a magas szintű erőkifejtés, osztályotok, évfolyamatok ügyeinek intézése területén. És mire középiskolai tanulmányaitok végére értek, már nem lesz kétséges számotokra, hogy készen álltok. Készen álltok, hogy új utakra induljatok. Legyen ez a szalag, a közösségünkhöz tartozás, a tanulás, a tisztelet, a felnőtté válás, az új utakra készülés jelképe. Viseljétek méltón és büszkén a hamarosan ünnepi ruhátokra kerülő szalagot. A mai este legyen egy kicsit a visszaemlékezésé is, a közösen megélt pillanatok felidézéséé, hiszen számos élményt, tapasztalatot, néha küzdelmes, máskor sikeres mindennapokat tudhattok magatok között, melyeket a gimnázium falai között, vagy éppen az iskolán kívüli rendezvényeiken élhettetek át. Szóljon ez az este viszont legfőképpen az ünneplésről, a felszabadító, boldog és büszke érzésről, hogy a választott utat, mely a jövőtök szempontjában meghatározó, eddig eredményesen megtettétek, és szóljon az erőgyűjtésről, a feltöltődésről is. Az öröm és a büszkeség érzése veletek együtt bennünket, a jelenlévő felnőtt vendégeket is eltölti. Szüleiteket, akiket gyorsan változó, bonyolult világban nagy szeretettel és igyekezettel neveltek, támogattak benneteket, és teszik ezt ezután is. Ti vagytok az ő mesterművük. Ma is óvó tekintettel figyelnek benneteket a hátsó sorokból, mint legfőbb kincsüket. Kedves szülők! Élvezzék a pillanat szépségét, gyönyörködjenek gyermekeikben. Kedves végzősök! Szüleitek 4 évre bíztak benneteket ránk, az AFG pedagógusaira, a ti egyetértésetekkel és akaratotok szerint, hogy formáljuk személyiségeteket, csiszoljuk jellemeteket, bővítsük tudásotokat. Köszönjük ezt a bizalmat. Az elkövetkezendő időszak megmutatja majd közös munkánk eredményét. Ígérhetem nektek és szüleiteknek is, hogy mi minden erőnkkel és szaktudásunkkal azon leszünk, hogy a középiskolai tanulmányotok lezárásához a legtöbb segítséget megkapjátok. Most azonban mi is elmerülünk kicsit a közös sikerben, az emelkedett ünnepi hangulatban, és a csillogó ruhák, frizura kreációk és a jól szabott elegáns öltönyök mögött kíváncsian keressük a jól ismert arcokat és mozdulatokat, és örülünk, hogy új oldalatokról is megismerhetünk benneteket. Végezetül kívánok nektek sok erőt, hitet, jó egészséget az érettségi vizsgához, jövőtökhöz, további életetekhez. Valamennyi kedves vendégünknek,
Jó szórakozást a mai estéhez! Majd a nap legünnepélyesebb része következett, a szallagtűzés. Ezután a köszönetnyilvánításokra került sor. A végzősök egy-egy szál virággal mondtak köszönetet osztályfőnökeiknek. Az iskola vezetés pedig azokat a szülőket köszöntötte, akik az eltelt 4 év során a legjobban segítették az osztályokat. Az est lezárásaként a 12-esek előadták fergeteges osztálytáncaikat, ezt követően egy gyönyörű keringőt táncoltak, majd pedig megtáncoltatták a szüleiket is. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács online játékáról készült tájékoztatót hallhatják. Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által készített online játékot. A játék neve Hello Biztonság, mely egy sorozat első része adott csapda címmel. A játékot 10 és 14 éves kor közötti korosztálynak ajánljuk, akik hozzájuk hasonló korú gyerekek kalandjait követhetik nyomon. A főhősök egy parkban talált pendrive miatt kerülnek Kalamajkába. Vidám eseményeken keresztül ismerhetjük meg, mit kell tenni egy talált tárgyal, milyen veszélyek leselkedhetnek ránk, ha óvatlanul osztunk meg tartalmakat a neten, vagy hogyan kérjünk segítséget. Aki pedig tart attól, hogy veszély esetén a rendőrséghez forduljon, most meggyőződhet arról, hogy félelme alaptalan. Szükség esetén bátran értesítheti a rendőrséget. Egy nemrég készített felmérés szerint a magyar tinédzserek 73%-a nem tudja elképzelni az életét mobiltelefon nélkül. A 8 és 14 éves gyermekek 50%-a pedig már rendszeresen jelen van az online térben. Az interneten leselkedő veszélyeknek a fiatalok kiemelten ki vannak téve. Amit tovább fokoz, az úgynevezett oversharing jelenség. Amikor valaki túl sok személyes dolgot oszt meg magáról a közösségi médiában, és ezzel a csalók nyílt céltáblájává válhat. Reméljük, sokan választják majd a közösen játszható verziót. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a gyerekek elmondhassák érveiket arról, miért éppen azt a megoldást választották a feladat során. Némi irányítással egy közös, vidám, játékos filmes kalandban vehetnek részt a gyerekek, miközben hasznos információkat gyűjtenek. A játékhoz QR-kóddal vagy linkkel csatlakozhatunk, akár telefonon is, a mobil adatforgalom tekintetében pedig az alkalmazás nem számottevő. Diák olimpián vettek részt a Kistelki Általános Iskola tanulói. Jánosi Adél felkészítő tanárt kérdeztük az eredményekről. Úszó diák olimpián vettek részt a Kistelki Általános Iskola diákjai, erről kérdezzük Jánosi Adélt. Köszöntelek, beszéljünk először is erről a versenyről, mit tudhatunk róla. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt a versenyt most rendezték január 28-án Hódmezővásárhelyen, és egy új rendezésben került sor most erre az úszás diák olimpiára. Ilyenre még nem került eddig sor. Átvette a Magyar Úszószövetség a Magyar Diák Olimpiai Szövetségtől az úszás megrendezésének a jogát, és egyből meg is reformálták, és az történt, hogy nem Csongrád-Csanád megyei diák olimpia volt, hanem délalföldi régiós úszás diák olimpia, amely 3 megyét takart magában. Tehát mi voltunk benne, Békés megye és Bács-Kiskun megye. Tehát igazából ez már egy jóval nívósabb verseny volt, ami eddig rendeztek, és itt sikerült elérnünk, tulajdonképpen azért egészen jó helyezés, szép eredményeket értünk el. Beszéljünk akkor a helyezésekről kicsit, hogy kik voltak ők, milyen osztály. A felsősöknél a B kategóriába indultunk, ez azt jelenti, hogy itt nem versenyengedéllyel rendelkező úszók versenyeznek, mint például triatlonisták, vízilabdások, vagy mint mi a kisteleki úszók, akik tulajdonképpen még ilyen hobbi szinten úszunk, és itt 3 fővel indultunk, nevezetesen Béres Katával, 3. korcsoportba, 100 méter mellúszásban, Magyar Lukás Dorkával, szintén 3. korcsoport, 100 méter hátúszásban, és Kovács Dorottyával, 4. korcsoportos ő már, szintén 100 méter mellúszásban. És tulajdonképpen mind a 3 lány 4. helyezést ért el, amire nagyon büszkék vagyunk, mert előttünk Csongrád-Csanád megyei iskola nem képviselte magát, tehát hogyha csak Csongrád lett volna, akkor az is elképzelhető, hogy dobogóra sikerült volna így felérnünk. A másik 2 pedig ők kisebbek, alsósok, 2. csoportos gyerekek, Belányi Barbara és Toma Gergely. Ők már versenyúszók között úsznak még itt, nincs A és B kategória, csak A. És így a Barbika 12. lett, népes mezőnyből 29 főből, 50 méter háton. A Gergő pedig 50 méter háton és 50 méter gyorsan indult, 16. illetve 17. helyet ért el. Hát egy jó erős középmezőnybe végeztek, úgyhogy tényleg ez is nekünk nagyon jó helynek számít.
Hogyan éltek meg a gyerekek a versenyt? Ki az, aki először versenyzett? Mert például a Dorottya már volt nálunk, ő már mesélte arról, hogy jó eredményeket érte. Hogyan is élték meg a gyerekek? Itt tulajdonképpen az öt fő közül egyedül a Magyar Lukás Dorka indult először, a többiek már indultak megyei úszás diákolimpián. Amúgy ettől függetlenül mindenki nagyon izgult, és mivel ez egy régiós úszóverseny volt, a szervezés is más volt, egészen felnőttes volt. Külön várakozó szoba volt a verseny előtt a gyerekeknek, sorba állították őket, sorba ültek a megfelelő rajtszám szerint a székeken, úgy kísérték be őket, úgyhogy nagyos volt a verseny, nagyon izgultunk, nagyon jó szervezés volt, és így szerintem jó élményekkel tértek haza. Milyen versenyekre készültök a közeljövőben? Lesz-e ilyen? Az én egyesületem a Pro Harmony Egyesület egyelőre, mert megalapítottuk a Kisteleki Úszó Egyesületet is, de most a Pro Harmony Egyesülettel még szervezek egy úszóversenyt, ami egyébként egy sportágválasztó naphoz kapcsolható, és ezt áprilisban szeretném megrendezni, és erre várok minden úszni tudó, versenyre vágyó gyermeket nagyon sok szeretettel. Okay.